Sziasztok, én Csilla vagyok. Új háttér, új szék, én viszont a régi, és ebben a mai videóban egy angolos témát hoztam nektek. Azt fogjuk megnézni, hogy miért lehet az, hogyha valaki évek óta, esetleg évtizedek óta tanul angolul, és mégis úgy érzi, hogy újra és újra ugyanott megreked, és továbbra sem tud igazán megszólalni, hogyha olyan környezetbe kerül, ahol beszélgetni kellene, akkor összeszorul a gyomra, alig érti, amit mondanak, vagy egyáltalán nem, és nem tud megszólalni, csak kavarognak a fejében a szavak, a gondolatok, és nem tudja kifejezni magát. Ha mégis összerak egy mondatot, akkor úgy érzi, hogy butaságokat beszélt, és hogy egyáltalán már semmi nem jut eszébe, és csalódottan újra és újra abba hagyja, hogyha minden évben elkezdi, akkor minden évben abba hagyja, és nagyon sokszor az a jelenség figyeltőek, hogy ugyanazon a ponton hagyjuk abba, ugyanott akadunk el. És mi lehet ennek az oka, és mit lehetne tenni, mit tudsz tenni most rögtön, vagy mostantól azért, hogy átlendülj ezen a holdponton, és hogy végre te is megtanulj angolul beszélni, és megértsd a hozzád beszélőket. Tehát az lesz a mai téma, arról fogunk egy kicsit beszélgetni, hogy mi az oka annak, hogyha évek óta angolozol, de mégsem megy. Hogyha idegen nyelvű beszédről van szó, akkor három részre tudjuk ezt osztani, ez pedig a szavak, amiket használsz, tehát nyilván ahhoz, hogy ki tud fejezni magad, ahhoz szavakat kell használnod. Aztán ahogyan ezeket a szavakat egymás mellé rakod, ezek a mondatszerkezetek, igény szerkezetek, a nyelvtan. És a harmadik az, hogy hogyan ejted ki a szavakat, tehát nyilván az angol például nem fonetikus nyelv, tehát a kiejtésre szükség van, és ami nagyon fontos, az intonációra, vagyis a hanglejtésre is szükség van ahhoz, hogy a másik megértse téged, és hát neked is értened kell azt, vagy ezeket a dolgokat, ahhoz, hogy a másik embert megértsd. Tehát ez a három dolog alkotja az alappilléreit annak, hogy beszélni tudja másik nyelven, illetve hogy megérts másokat. És nagyon sokszor találkozom azzal a hozzám érkező tanulóknál, hogy azt mondják, hogy hát Csilla, én egész jól megértem, amit olvasok, nagyon sokszor abból is egy csomó mindent értek, amit hallgatok, mondjuk a tévét vagy filmeket, egy csomó mindent megértek belőle, de úgy nem tudom összerakni, és hogyha nekem kéne beszélni, akkor nem igen tudok megszólalni. És ugye az ember, hogyha nem nyelvtanár és nem ért hozzá, akkor úgy érzi, hogy teljesen megrekedt és elakadt, és nem tudja, hogy innen most merre kéne elindulni. És persze sokkal könnyebb akkor, hogyha van egy nyelvtanárod, aki vezet és megmondja, hogy hát akkor ezeket a dolgokat kell mostantól csinálnunk, és vezet is téged, és számon is kéri, és házi feladatot is ad, és megmondja, hogy mit mi után. De mi van akkor, hogyha neked saját magadnak kell ezzel megküzdened? Mi van akkor, hogyha nem teheted most meg azt, hogy magántanárhoz mész, vagy tanfolyamra mész, hogyan állj neki? Ugye az egyik dolog az, hogy szavakat kell tanulnod, és ez hát elkerülhetetlen, ez nem tudunk mit csinálni, ahhoz, hogy meg tudsz szólalni, ahhoz szavakat kell mondani, nem mondhatjuk a szék helyett azt, hogy asztal, vagy a fal helyett azt, hogy kert. És éppen ezért az, hogy szavakat kell elsajátítani, az egy olyan dolog, amit mindenkinek magának kell végiggyűrni, hogy neki mik azok a módszerek, amik a legalkalmasabbak. Ezzel a csatornán már számos videó található arról, hogy hogyan tanulj szavakat idegen nyelven, ugye ebben az esetben angolul, mik azok a módszerek, amik az én tanítványaimnak meg nekem a legjobban beváltak. Hozzá kell tenni, hogy minden ember más, minden ember másképpen tanul, tehát lehet, hogy az a módszer, amit én mondjuk magam számára a legjobbnak tartok, neked nem működik, de egy dolog egészen biztos, szavakat tanulni kell. Másik dolog, ami nagyon valószínű, ez pedig az, hogy úgy, hogy magolod a szavakat a két külön nyelven egymás után, úgy valószínűleg nem igazán fog menni. És ennek mi az oka? Ennek az az oka, hogy a fejedben, amikor egy szöveget szeretnél mondani, te szeretnéd elmondani azt, hogy tegnap megnéztem egy filmet, akkor angolul, ahhoz, hogy ezt ki tud fejezni, ahhoz nem csak különálló szavakat kell összeraknod, hanem például tudnod kell, hogy bizonyos kifejezések hova illenek. Aztán tudnod kell, hogy azt a filmet, ha nézzük, akkor az vajon see, vagy watch, vagy look, mert ugye ezek nagyon hasonló jelentésű szavak magyarul.
És a legjobb dolog, ugye erre, amiről már nagyon-nagyon-nagyon sok videó készült ezen a csatornán, az pedig az, hogy szövegkörnyezetben tanulod meg a szavakat. A szövegkörnyezetben tanulod meg a szavakat, az azt jelenti, hogy amikor az ember jön-megy a mindennapjaiban, akkor találkozik szituációkkal, tehát helyzetekbe kerül. Hogyha lemész a boltba vásárolni, akkor ugye amikor a pénztáros hozzád beszél, vagy kérdez valamit, akkor azt abban a környezetben teszi, tehát minden valószínűség szerint például számítasz rá, hogy mit fog mondani. Számítasz rá, hogy nem az időjárásról, vagy könyvekről, vagy a tegnapi napodról fogtok beszélgetni, hanem azokról a dolgokról, amit megveszel, a fizetésmódjáról, a pakolásról, ilyen dolgokról. Tehát abban a szövegkörnyezetben arra reagálsz, amire számítasz. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogyha meg akarsz valamit tanulni, akkor onnan a legkönnyebb visszaemlékezni, ahova ez a valami illik. Tehát, hogyha megkérdezik tőled a pénztárnál itt például, hogy hogyan szeretnél fizetni, tehát, hogy ilyen kártyával, vagy olyan kártyával, vagy készpénzzel, akkor ez egy olyan dolog, ami odaillik. És ott megegyezni, kötni valamihez, a látványhoz, a napszakhoz, ahhoz, ahogy te ott érzed magad, amilyen gondolataid vannak, sokkal egyszerűbb és hatékonyabb, mert ugyanúgy elő tudod ezeket a dolgokat hívni. Mint hogyha mondjuk leülsz, és azt mondod, hogy ma megtanulom azokat a szavakat, amik a vásárláshoz tartoznak. Ami működhet, abszolút, de sokkal-sokkal hatékonyabb statisztikailag, és tapasztalatom szerint az, hogyha megpróbáljuk a dolgokat szituációhoz kötni. És itt jön az, amire ez a mai videó majd fókuszálni szeretne. Ez pedig az, hogy a szavakon túl be kell tanulnunk azt, hogy hogy rakjuk össze a szavakat ahhoz, hogy jelentsenek is valamit. Mert lehet egymás mellé rakni szavakat. Például, ha szeretnéd mondani, hogy vásárolni megyünk, ugye a magyarban ragozzuk az igét. Tehát akkor végig gondolod az angolt, és azt mondod, hogy go shop. Csak hogy ugye az angolban az alajnak szerepelnie kell ahhoz, hogy tudjuk, hogy ki megy. Tehát akkor azt kellene, hogy we go shop. Na jó, de hát ebből még mindig nem tudjuk, hogy mikor mész, mert ugye ahhoz az angolban például folyamatos jelen időt kellene használni, hogyha ez most van. Tehát mondhatnád, hogy we are going shopping, vagy azt, hogy we will go shopping, vagy azt is, hogy we go shopping every day. Tehát különböző módon összerakva ezeket a szavakat, különböző nyelvtani szerkezetekkel, más és más lesz a jelentése. És hát az a helyzet, hogy azt tapasztaltam az elmúlt évek során, jó pár év során, hogy sokan, amikor kimondjuk azt, vagy arról van szó, hogy nyelvtan, hogy nyelvtanulás és nyelvtant kell tanulni, akkor ez körülbelül olyan mumus, minthogyha nem is tudom valamilyen kínzó dologról beszélnénk, hogy WC pucolás. Tehát, hogy a nyelvtan, tanulás az a nyelvtanulásnak a WC pucolás kategóriája, hát ez az, amit nem akar csinálni senki, ami fájdalmas, de még azok is, akik szeretik a nyelvtantanulást, ugye avval a problémával szembesülnek mindig, meg avval kínlódnak az a gondjuk, hogy jó-jó-jó a nyelvtant megtanulták, vagy megtanították nekik, vagy tudnak mondatokat kitölteni, vagy gyakorolni, csak éppen beszélni nem tudnak, csak éppen használni nem tudják. És ez az örök dilemma, tehát, hogy mi hány évet tanulunk nyelvet, hány évet tanulunk angolt, és még mindig ez az örök dilemma, hogy jó, hogyha nyelvtant tanulok, akkor nem tudom használni, vagy utálok nyelvtant tanulni, vagy nem érdekel, vagy nem szeretek gyakorolni, vagy nem értem, és minek van 12 igeidő. És hát én abban hiszek, hogy ez a megközelítés, ez úgy rossz, ahogy van, mert hogy az a tapasztalat, hogy hát igazából nem működik. Tehát, hogy miért még mindig ez a dilemma évtizedek után, hogyha elvileg most már 2024-ben vagyunk, és itt van a minden új technológia, és még mindig a legtöbb tanulóm azzal jön,
hozzám, hogy ha arról van szó, hogy beszélni kell, akkor sosem tudja, hogy hogy kell, melyik nyelvtani szerkezettel, melyik igeidővel fejezze ki magát, meg minek kell 12, meg ugye csak 6-ot használunk, és a többi, és a többi. És persze lehet mondani, hogy igen, csak 7-8-at használunk, meg hasonlók, de én inkább azt gondolom, hogy találjuk már meg, hogy mi a gond, és találjuk meg rá a megoldást, ha lehet. És hát most ez eléggé ilyen sokkolóan hangozhat, de hát szerintem van megoldás, szóval szerintem van. És mióta azt gondolom, hogy szerintem van megoldás, azóta próbálom ezt átadni, és néhány évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy megpróbálom ezt azoknak is átadni, akinek esetleg nincs lehetősége arra, hogy velem szemtől szembe egyénileg tanuljanak. Mert hogy miért ne legyen erre lehetősége annak, aki mondjuk egy tanfolyamon tud csak részt venni, vagy egyáltalán bármilyen okból saját maga tanul. És ez pedig úgy van formán valósult meg, hogy létrehoztam egy ilyen videós tanfolyamot, ez pedig az angolnak a nyelvtan megközelítése. Ez pedig nagyon-nagyon sok mindent jelent, a 12 igeidőtől elkezdve, a feltételes módon át, a reported speech-ig, mindenféle szerkezetes és szempontot megnézünk ebben a tanfolyamban. És a lényege az, hogy nagyon bízom benne, hogy ez nem csak egy tanfolyam a sok közül, mert hogy ugyanezt a szemléletet igyekszem belevinni, miszerint a nyelvtan az nem a nyelvtanításnak vagy a nyelvtanulásnak egy külön része, hanem ez egy mindent átszövő dolog, ami a kulcsa annak igazából, hogy beszélni tudj, hiszen hogyha csak szavakat raksz egymás mellett, akkor elég hamar el fogsz akadni, ugye? Tehát, hogy ez nagyon limitált. És ahhoz, hogy kifejezd magad, egy olyan nyelven, ahol van 12 igeidő, meg még egyéb sok-sok-sok dolog, ahhoz hát szükséges az, hogy ezeket használni tud, mert ettől fejezik ki magukat, mert így fejezik ki magukat. És ahogyan az anyanyelvi beszélők kifejezik magukat, valahol neked is afelé kell tendálni ahhoz, hogy ugyanúgy megértsenek, meg hogy őket is megértsd. Tehát a lényeg az, hogy ez a tanfolyam, amit létrehoztam, ez nem egy nyelvtan tanfolyam, bár másnak nem tudom nevezni, hiszen valamilyen kategóriába el kell helyeznem, hanem ezt a szemléletet adja át, kevert magyar és angol nyelven, hiszen nagyon sokat magyarázok angolul, de mindig angol példamondatokon és szituációkon, helyzeteken keresztül, hogy megértsd azt, hogy a nyelvtan az nem egy párlat, amit leszűrtünk a nyelvből, tehát így fogtuk ezt, leszűrtük, teljesen kétdimenziósá tettük, és úgy megetetjük a tanulókkal, hogy nézd, itt vannak ezek a nyelvtani szabályok, légy szíves, tanuld meg őket, légy szíves, gyakorolj mondatokat, magold be, gyakorold a mondatokat, rakd össze a mondatokat, és akkor reménykedjél abban, hogy egyszer majd a gyakorlatban, az életben is meg tudsz szólalni. Valahogy, nem tudom, tehát hogy kötöd össze azt, amit a könyvben olvastál, meg azt, hogy beszélgetsz a szomszéddal, azt nem tudjuk, de majd valahogy megoldódik. Hát, abban bízom, hogy erre kínálom a megoldást, és méghozzá egy olyan formában, amit 100%-ig egyedül tudsz használni. Tehát ez egy olyan tanfolyam, ami videós, és bárhol, bármikor elérheted, tehát hogy nem kell jelen lenni, és annyiszor nézed újra, ahányszor akarod, illetve olyan sorrendben nézed, ahogy akarod, bár én az általam ideálisnak tartott sorrendben raktam össze. És ez segít neked azzal a szemlélettel tanulni ezt, vagy megközelíteni, amit ugye én képviselek, vagyis, hogy a mindennapokban szituációk vannak. A szituációk, a helyzetek, amikbe belekerülsz, azok, ahol a nyelvet használnod kell. Legyen ez teljesen bármi. Tehát az üzlettől elkezdve, a munkán keresztül, az iskola, a gyerekekkel kapcsolatos dolog, a hobbiaid, minden szituáció, minden helyzet, és hogy ezek a helyzetek, ezek előhívnak egy-egy dolgot, amit ott szoktunk használni, ami ott normális. És azt próbáltam meg ötvözni, ami ugye a nyelvtanulásnak a legelemibb, legösztönösebb formája, hogy a gyerekek tanulnak, hiszen ők ugye a szövegkönyvben vagy a helyzetből tanulnak, és azt, hogy ezt azért ugye nem húzhatjuk el éveken keresztül egy-egy apró dologgal, hanem megpróbáljuk ezt ugye általánosítani, vagy magyarázatokat találni, vagy összefoglalást találni arra, hogy legközelebb is tud ezeket használni. Hiszen
a nyelvtani szerkezetek, ugye az egy dolog. Megtanulod, hogy hogy kell a szerkezetet összerakni. Ez is szerepel ebben a tanfolyamban, nyilván. De mivel az angol ilyen szempontból egy elég egyszerű nyelv, tehát ezek a szerkezetek, főleg, hogyha már néhány éve tanulsz angolul, nem bonyolultak. Ennél sokkal nagyobb kihívás ezeknek a megfelelő időben és helyen való használata. Tehát ezt a kettőt kell valahogy párhuzamba hozni. És hát erre törekszem, hogy ezt át tudjam nektek adni úgy, mintha ott lennék veled és neked magyaráznék, amit ugye éneken keresztül csiszoltam, és hát csiszolok ma is. Tehát választ adván a kérdésre a saját meglátásom szerint, ahhoz, hogy meg tudj tanulni, beszélni, és értsd is a másikat, ahhoz, hogyha az eddigi módszerek nem váltak be, akkor nyilván valami mást kell csinálni, hiszen ha ugyanazt csináljuk, akkor nyilván az eredmény is ugyanaz lesz, nem várhatjuk, hogy más legyen. Ezért hoztam én létre nektek egy olyan tanfolyamot, amit bárhol, bármikor saját magatok tudtok használni, ugye egy online keretben, és olyan sorrendben, meg annyiszor, ahányszor szeretnétek, és ezt a megközelítést adom át benne, amit a mindennapokban, a one-on-one, tehát az egyéni tanulóimnak is, miszerint minden, amit az eddig a nyelvtanról, az angol nyelvtanról tanultál, az lehet, hogy jó, lehet, hogy hasznos, de hogyha neked nem segített abban, hogy megtanulj beszélni, akkor érdemes ezt más oldalról is megnézni, hiszen a szavak tanulásán túl, meg a kiejtésen kívül ez az, amitől a beszéded és a beszédértésed is javulni fog, hiszen hogyha tudod, hogy milyen szerkezetek milyen helyzetben fognak elhangozni, akkor tudsz arra számítani, hogy mit fog mondani a másik, és sokkal könnyebb összehozni azt, amit hallasz, azzal, ami a fejedben már van, hogy valószínűleg ezt mondja. És ez az, ami kialakítja majd, hát remélhetőleg, azt a módszert, amivel túl tudsz lendülni, és nem lesz ez az újra megrekedés, hogy hány éve újra és újra kezdem, de nem jutok sehova. Tehát, hogyha te is ilyen problémába ütközöl sokszor, és úgy érzed, hogy szeretnéd megpróbálni, tehát hogy tényleg szeretnél annak egy esélyt adni, hogy ezt a nyelvet egyszer elsajátítsd, hiszen annyi mindenhez segít hozzá, hogyha beszélni, írni, olvasni, érteni tudsz egy másik nyelven, és mondjuk az angolon is, akkor a videó alatti linken megtalálod a tanfolyamomat, amit egyébként egy napig ki is tudtok próbálni ingyen, és minden hónapban havi előfizetéssel működik, tehát addig használod, amíg úgy érzed, hogy neked szükséged van rá. Ha kérdésetek van bármilyen ezzel kapcsolatban, akkor ezt szeretettel várom itt a videó alatt, illetve ha visszajelzésetek van a tanfolyamban, mert mondjuk esetleg már használtátok, akkor azt is nyugodtan megtehetitek itt. Tudom, hogy sokan vannak, akik kipróbálták, és nekem többen is visszajeleztek róla, és ez alapján bátran merem ajánlani, nagyon sokan úgy érzem, hogy jól használják, és jóra használják. Tehát köszönöm szépen a figyelmeteket, örülök, hogy itt voltatok velem. Ha a videó tetszett, akkor ne felejtsétek el lájkolni, és fel lehet iratkozni, hiszen már nagyon közel állok a 7000 feliratkozóhoz, miért ne legyen meg az is. Vigyázzatok magatokra, legközelebb találkozunk. Sziasztok!